A száraz és hideg koratavaszi időjárás nem kedvezett a parlagfű csírázásának és fejlődésének, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt nagy a szárazság májusban. Ugyanakkor a parlagfű egyik jellemző tulajdonsága, hogy rendkívül jól alkalmazkodik az időjárási körülményekhez, magjai a talajban hosszú ideig megőrzik a csírázó képességüket. Ezért hosszú és nehéz feladat az írtása, a népik pedig évről évre szigorúan büntet. Az elmúlt évben Szabolcs megye külterületén összesen 49 esetben indult olyan eljárás, aminek növényvédelmi bírsági szabása lett a vége, 3,3 millió forint értékben. Ezen felül 15 esetben történt közérdekű védekezés elrendelés, ami valamivel több mint 14 hektárt érintett. Tehát ebben az esetben az állam megelőlegezi a védekezés költségét, és a kormányhivatal egy általa megbízott vállalkozóval levágatja a parlaghüvet, majd az összes költséget bírsággal együtt természetesen ráterhelik a mulasztó földhasználóra. Pozitív tapasztalata a hatóságnak, hogy az ingatlan tulajdonosok és földhasználók igyekeznek eleget tenni parlagfűmentesítési kötelezettségüknek. Hogy a tendencia tovább folytatódjon, már a fiatal generációnak is át kell adni az információkat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyedülálló módon ezért hívták életre a Ne hever parlagon vetélkedőt általános és középiskolásoknak. A felnövekvő generáció ma már akár egy telefonos applikációval is tud segíteni a hatóságoknak a mentesítésben és felderítésben. Első alkalommal egy egyszerű regisztráció kell ahhoz, hogy a rendszerbe tudja azonosítani, hogy valós a felhasználó, aki üzemelteti a bejelentő rendszert. Ezt követően nagyon könnyen lehet a telefonos applikáció segítségével, ott helyben egy gombnyomásra lehet a területet azonosítani. Néhány egyszerű kérdésre kell válaszolni, hogy nagyjából mekkora a parlagfűvel szennyezett terület nagysága. Nem kell négyzetméterre pontosan meghatározni, egy hozzávetőleges értéket kell beírni. Van ilyen segítség, hogy például hány foci pálya méretű, és hogyha ebben tévedés van, abból sincs semmi probléma, ez csak egy kis segítség a területbe azonosításához. Ez a terület fekvése szerinti illetékes intézményhez érkezik majd be, a hatóság pedig 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot is kiszabhat. Ez attól függ, hogy mekkora a parlagfűvel szennyezett terület nagysága. Enyhítő körülmény lehet, ha a földhasználó igazolni tudja, hogy védekezett a parlagfű ellen, de rajta kívülálló okok miatt ez meghiúsult. Súlyosbítja a bírság nagyságát, ha forgalmas út vagy például óvoda mellett helyezkedik el a terület.